Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Halálos vonatban esett Kismórágynál. Tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre az autósofőrje. Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. Még várják az adományokat. Biciklis gyalogos gázolások. Fokozott odafigyelésre van szükség. Tábor Tolnán. Szórakoztató, ismeretterjesztő programokkal várták a gyerekeket. Szerencsétlen tragédia történt egy vasúti átjáróban Kismórágy és Palatince között kedden, a kora esti órákban. Egy 74 éves bajai nő a fénysorompó tilos jelzése ellenére a sínekre hajtott, ahol összeütközött egy vonattal. A nő a helyszínen életét vesztette. Ahogy a képeken is látszik, szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott az az autó, amelyik augusztus 13-án hajtott fel Kismórágy és Palatinca között tiltójelzés alatt egy vasúti sínre. Az érkező motorvonat elsodorta a gépjárművet. A baleset helyszínére a Bátaszék önkormányzat és önkéntes tűzoltók mellett a szexuális hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, tovább befeszítő vágó segítségével szabadították ki annak utasát, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A motorvonat első tengelye leugrott a simpáról, a vasúti forgalom az érintett szakaszon szünetelt. A nagy hőségben itt különösen a harmadfokú riasztás, hőségriasztással kapcsolatban érdemes folyamatosan gondoskodni a folyadékbevitelről, koncentrációt a esetleges vízhiány is negatívan befolyásolhatja. Másnap szerdán már a szakemberek javították a vasúti síneket a baleset helyszínén. Idén eddig összesen 177 esetben vonultak Tolna vármegye tűzoltói közlekedési balesetekhez, amelyeknél 122-en sérültek meg, 7 ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. Végéhez közeledik a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program, a gazdatársadalom segítő szándékú adománygyűjtő kezdeményezése. A fogadópontok még várják a felajánlásokat. Megurult az adomány az Őcsényi telephely mérőpontjára. Tolna vármegyében, ezen kívül Dalmandon, Tamásiban és Bölcskén várják a zsákokat. A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program ugye lényege, hogy a mezőgazdasági termelők az általuk megtermelt búzából karitatív célokra ajándékoznak. A programban nem csak az összetartozás és az adományozás került fókuszba, hanem a kultúránknak és a hagyományainknak megőrzése, ápolása is. Még mindig szép számmal érkeznek be felajánlások. A mai napon azért jöttünk ide, hogy átvegyünk egy 500 kg-os búzaadományt a Green Plus Kft. Jóvoltából. Jelenleg a búza, összegyűjtött búza mennyisége 7-7,5 tonna körül van a vármegyében. Szeretnénk elérni a 10 tonnát, és szeretnénk még fölé menni, tehát az elmúlt években 10-12 tonna búzaadomány gyűlt össze a megyébe, sajnos ezt még nem értük el. Az előre eltervezett augusztus 20-ai záró időpontot ennek érdekében meghosszabbították egy héttel. Én nagyon-nagyon büszke vagyok a Tolna vármegyei gazdákra, hogy évről évre összefognak, és a nagyszerű összefogásuknak köszönhetően van lehetőség arra, hogy a rászoruló családokat lisztadománnyal támogassuk. Szeretném felhívni arra is a figyelmet, hogy itt nem csak arra van lehetőség, hogy gazdaként búzát adományozzanak, hanem arra is van lehetőség, hogy a személyi jövedelemadójukat felajánlják ennek a nagyszerű programnak a támogatására, és van arra is lehetőség, hogy egyéni adományokkal támogassák ezt a programot. Én arra biztatok mindenkit, hogy ha van lehetőségük, akkor segítsék ezt a karitatív programot, hiszen, ahogy említettem, ez a Kárpát-medence egyik legnagyobb karitatív programja, és mindenképpen jó célt szolgál. Úgyhogy arra bátorítok, és kérek mindenkit, hogy ha van lehetősége, akkor segítse és támogassa ezt a programot. Van még idő tehát csatlakozni és jó célt szolgálni a program keretében. A késő esti órákban Dolnamözsön egy férfi közlekedett autóval a Béri Balog Ádám utcában. A jármű vezetője elvesztette az irányítást a kocsi felett. Letért a jobb oldali útpatkára, majd több ütközést követően a kerekeire esve a füves árokba csapódott. A balesetben az autó 21 éves sofőrje a helyszínen életét vesztette.
Már az egészségablak applikáción, vagy az ingyen hívható 1812-es egészségvonalon keresztül is lehet foglalni időpontot a Tolna vármegyei Balassa János Kórház járóbeteg szakrendeléseire Szekszárdon. A fejlesztés célja a gyorsabb, átláthatóbb, gördülékenyebb időpontfoglalás, ami a személyzetnek és a betegeknek egyaránt érdekük. Gyakoriak a biciklis, illetve gyalogos balesetek figyelmetlenség miatt Tolna vármegyében. A héten erre több példa is volt. Fokozott odafigyelésre van szükség a szerencsétlenség elkerülése érdekében. A hét első napján egyszerre három személyi sérülés is történt gázolás következtében. Gépjárművezető, elektromos rollert használók, kerékpárosok, gyalogosok. A szabályok betartása mindenkire egyaránt vonatkozik az utakon. A balesetek úgy történtek az egyik Pakson hétfőn délután, amikor is egy kerékpáros közlekedett a Táncsics Mihály utcában, vele szemben pedig egy járműnek a vezetője balra kívánt bekanyarodni a Bátori utcába, azonban nem biztosított elsőbbséget a vele szemben szabályosan közlekedő kerékpárosnak. A két jármű összeütközött, a kerékpáros elesett és könnyebben sérült meg a balesetben. Ehhez majdnem hasonló, majdnem ugyanolyan baleset történt Dombóváron is néhány órával később, amikor is egy jármű megelőzte az előtte haladó kerékpárost, azonban nem mérte fel annak sebességét, és bekanyarodott az korábban megelőzött kerékpáros elé. A balesetben itt is elesett a kerékpáros, fejsérüléseket szenvedett, őt is kórházba szállították. A harmadik baleset pedig Pakson történt szintúgy, ahogy az első kerékpáros baleset, itt pedig egy gyalogost ütöttek el. A KRESZ szabályait ismerve és betartva, valamint odafigyeléssel lényegesen csökkenthető lenne a tragédiák száma. Arra szeretném felhívni minden járművezetőnek a figyelmét, illetve minden közlekedésben résztvevőnek a figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek egymásra, legyenek figyelmesek és toleránsak az utakon, illetve abban az esetben, hogyha valaki gyalogosként a zebrán kíván átkelni, akkor mindig vegye fel a szemkontaktust a járműnek a vezetőjével, ezzel is felhívva a figyelmét arra, hogy ő éppen át szeretne kelni az úttesten, ugyanis a zebra a gyalogosok számára fenntartott hely, hogyha ők lelépnek az úttestre, természetesen nem féktávolságon belül, akkor az elsőbség az övéké. Szekszárdiakat kérdeztünk arról, hogy mik a tapasztalataik a gyalogos átkelőhelyek biztonságosságáról. Alapvetően biztonságosnak érzem, sőt én azt gondolom, hogy sokat javult a helyzet mostanában. Azt kell tudomásul venni, hogy a gyalog átkelő a gyalogosnak van elsőbsége. És én azt gondolom, hogy az autósoknak nagyobb felelőssége van abban, hogy a gyalogos biztonságban át tudjon kelni, mint magának a gyalogosnak. Persze hát a figyelem az fontos mindkét részről. Van még mit tanulni. Ma tisztességes közlekedés, a gyalogos közlekedésről. De én már nem ugrálok, ebből következik, hogy próbálom betartani a betartatot. Esetenként lehetne több zebra, meg talán észszerűbb helyen is, de biztos a közlekedés forgalma miatt van ez így. Az elektromos rollerről is megoszlanak a vélemények. Mindenképpen engedélyhez kötném jogosítványhoz, mert nagy sebességre képesek és nagyon sérülésveszélyes, amiért én bukósisak és jogosítványt mindenképp kötelezővé tennék ahhoz, hogy ezzel lehessen haladni. Kifejezetten most ebben a nagy kánikulában ajánlatos még jobban odafigyelni egymás testi épségére. Az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan korábban elrendelt hőségriasztását 2024. augusztus 14-én szerdán éjféltől 3°-ra emeli, és 2024. augusztus 18-án vasárnap 24 óráig meghosszabbítja. Áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. Fokozott odafigyelést igényelnek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, emellett ügyeljünk a házi kedvencekre is. Tovább emelkedett a gépjárműtüzek száma vármegyénkben. Idén már 17 esetben, csak az elmúlt egy hónap leforgása alatt 8-szor vonultak kigyulladt járművekhez a beavatkozó tűzoltóegységek. Zöld hulladékot szállító dízelüzemű kis teherautó gyulladt ki kedden délelőtt Szedres külterületén a 63-as számú főút 6-os kilométerénél. A tűzesethez a vármegyeszékely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A beavatkozás idejére a rendőrség az utat teljes szélességében lezárta a forgalom elől.
Kevesebb, mint egy hónap van hátra a nyárból, és nem sokára kezdődik a tanév. Érdemes az egyetemi hallgatóknak pár fontosabb időpontra és határidőre figyelniük a fél év kezdés előtt. A legtöbb helyen augusztus közepéig van lehetőség jelentkezni az intézmények kollégiumaiba. A Pécsi Tudományegyetem augusztus 16-áig fogadja el a jelentkezéseket, és a szekszárdi képzési központokba felvételt nyert hallgatók számára is biztosítva van a kollégiumi lakhatás lehetősége. Ennek az összege a sikeres pályázóknak várhatóan 19.500 és 27.700 forint közé fog esni havonta. A Tolnai Művelődési Központ minden évben szervez tábort alsósoknak, felsősöknek egyaránt. Augusztus 9-én zárult a nagyobbaké. A gyerekek egész héten élvezhették a kulturális, szórakoztató, közösségépítő programokat. Hajrá! És mit Bence nagy örömmel mesélte el a héten szerzett élményeit? Utazás volt a legtöbb. Voltunk, mondjuk például tegnap voltunk babaházban, kisdereg lakon, azt hiszem. Voltunk műhelyben, volt külön foglalkozás a lányoknak és a fiúknak, mondjuk sapkát festettünk, amilyenre csak szeretted volna, festékkel, ilyen fújós festékkel is. Mindenhova busszal mentünk. És hát van olyan is, amikor szünetek vannak itt bent, lehet játszani, ott a hátul van egy ilyen babzsákos rész. A táborokat már hagyományokhoz híven minden évben megtartják. Józsa Jácint szervező elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy széles körűen fejleszik a gyerekeket, ezért többféle típusú programmal készülnek nekik. Különböző szakmákat ismerhettek meg, a cukrászatot például Fatekasné Botanikó segítségével festettek, kicsit kézműveskedjenek is, illetve kedden kipróbálták a sportokat, a két tolnai egyesület segített ebben, a Tolnai Kézilabdaklub, illetve a Vitál Szövetségnek a teniszszakosztálya, velük a teniszt próbálhatták ki, utána ismét kézműveskedés következett, szerdán Szekszárdra látogattunk, ott a Petrics Mézes Kalácsos üzembe mentünk el, és ott megnézhették, hogy hogyan készültek régen a gyertyák, illetve a mézes kalácsok. Utána pedig a tudásközpontba látogattunk el. Nagy szerencsékre mi voltunk szinte az elsők, akik láthatták a tudásközpontot. Csütörtökön Gerezslakon töltötték a napot, ahol a sváb kultúrával ismerkedtek meg a diákok. A péntek pedig ételkészítéssel telt, amihez segítséget is kaptak. A mai program itt a kulturális központ szervezésébe minden éve szerveznek a gyerekeknek ilyen magtábort, és évek óta már mindig jövünk ide, felkérik a vándorló szépkörű baráti köréből 3-4 főt, akik eljönnek segíteni a gyerekeknek főzni. Mi csak szaktanácsa látjuk el a gyerekeket, és az idei évben megint meghívtak bennünket, örömmel jöttünk, és most lecsót készítünk. Egyik évben lecsót készítünk, másik évben paprikás krumplit készítünk, de már hallom itt az információkat, lehet, hogy jövőre belevezünk egy halfőzésbe. Itt a gyerekeket meginvitáljuk. Ha épp nem volt szervezett programjuk a gyerekeknek, a művelődési központ épületében csúcsó, biliárd, valamint rengeteg könyv is várta őket. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Dinnyét kóstoltattak még utoljára. 500 kg-ot osztottak szét a pécsi kertvárosban. Hagyományőrzés, koncertek, szórakozás. Megtartották a Várfesztivált Siklóson. Új bölcsöde. 420 millió forintos fejlesztés a kaposvári református egyházközségnél. Közeledik a dinnye szezon vége. Az időjárás felgyorsította az érési folyamatokat, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke. Ezért és a kampányhoz, a helyi termékek támogatásához kapcsolódva dinnyekóstolást tartottak a kertvárosban Lőrinc napján. Görög dinnyét kóstolhattak a kertvárosiak Lőrinc napján augusztusban. Népszerűsíteni szeretnék a helyi termelők portékáit, ezért is szervezték meg az eseményt, mondja a 15-ös választókerület képviselőjelöltje. Hát szeretnénk a kampányban is megmutatni azt, hogy itt kertvárosban, a lakótelepen is van a helyi terméknek becsülete,
szeretik a pécsiek. Annál is inkább, mert ugye aki itt él, annak nincs kertje, ahol meg tudja termelni. Néhányaknak van kis kertje, de legtöbb embernek nincsen saját termelési lehetősége. Ezért aztán a szupermarketekbe veszi meg a zöldséget, gyümölcsöt. Miközben pedig a helyi termelők itt nem messze tőlünk megtermelik. Volt is már korábban, még amikor mi vezettük a várost, helyi termelői piacit Kertvárosba, és lesz is. Ez most tulajdonképpen egy ilyen bevezetése, vagy újra visszahozása ennek a műfajnak. Láthatóan népszerű is, úgyhogy majd hamarosan egy hónap múlva a Merinda Parkban megismételjük. Kővári János szerint több lehetőséget kell adni a helyi termelőknek a pécsi Kertvárosban. Ezért terveik szerint több árusítóhelyet alakítanának ki a város részben. Piacon nagyon kevés a termelő, sajnos egyelőre inkább viszonteladók vannak, akik nem a magyar terméket vagy a helyi terméket árulják. Egyrészt ezért is szükséges, másrészt azért Kertváros elég nagy ahhoz, hogy egy piacra járjanak, tehát nyilván több területén majd megjelenünk a termelőkkel. Idén a meleg miatt hamarabb leérik a dinnye, ezért már az utolsó napokat éljük a dinnye szezonból, mondja a Baranyai Agrárgazdasági Kamara elnöke. Egy kis figyelem felhívó még a jó minőségű baranyai dinnyére, máskor általában szeptember közepéig, szeptember 15-20-áig szokott kitartani, sajnos ez az idén nem így fog, de az időjárás az úgy is lehet mondani, egyik felét ad, a másik felén elvesz, mert a minőségben meg nagyon jó lett a sok napsütéses óráknak köszönhetően, de a termésmennyiség az egy picit gyengébb lett, de a gazdálkodók elégedettek lehetnek, sajnos a dinnye még egy erős két hetet fog kitartani, ez azt jelenti, hogy augusztus 25 környékén sajnos vége lesz a baranyai jó minőségi dinnyének. Azt, hogy hány tonna termet ebből a gyümölcsből, nem lehet most megmondani, de a mennyiség elég volt a helyi fogyasztás kielégítésére, mondja az elnök. Kevesebb termett az időjárásnak, mert máskor, ha azt nézzük, tavaly az égeső volt sajnos, akkor az vitt el a dinnyét, ilyen picit a hőség miatt lett kevesebb, de a termelők egy 5-10 hektárral több dinnye van regisztrálva Baranya vármegyébe, tehát a mennyiséggel nem volt baj. Baranyát bőven elláttuk, jutott más megyékbe, és jutott még más országokba is. Azért ezen a 120 hektáron azért egy jó pár tonna, jó pár kamion dinnye megtermett. Az augusztusi Lőrinc napra még jutott dinnye, a kertvárosi akcióra mintegy 500 kg-ot adtak a helyi termelők. Lőrinc napja szeptemberben is lesz, 5-én. Ez az a nap a hagyomány szerint, ami után már nem jó a dinnye, mert Lőrinc belepisült. Azonban idén szeptemberre már nem lesz az ormánsági gyümölcsből az időjárás miatt. Hagyományőrzők bemutatói, koncertek kicsiknek és nagyoknak. Jó hangulat. Ez várta a Siklósra látogatókat augusztus 2. hétvégéjén. A látogatók napközben megismerhették a középkori katonai táborok életét, a használt fegyvereket és a páncélzatot is. Este pedig zenei programokon bulizhattak a siklósi vár kertjében. Szulajmán sátrában ül ez a kislány Siklóson. A hagyományőrzők idén is sátrakat vertek a vár előtti területen. Ha nem itt pihentek, akkor csatajeleneteket, harci bajvívást mutattak be, korhű ruháikban, fegyvereikkel. A várkertben felállított színpadon pedig zenés produkciókkal várták a fesztiválozókat augusztus 2. hétvégéjén. Két lábra helyeztük a várfesztivált. Az egyik a hagyományőrzés része, és nyilván a vár dolgozók és a kultúrtörténeti háttér miatt ez nekünk egy nagyon fontos dolog, hogy péntektől már a mi hétvégénken, a Várfesztivál hétvégén már péntektől érkezzenek meg ide hozzánk a hagyományőrzők az ország minden részéről, és az a 200 ember egyrészt bemutassa a tábori élményeket, a fegyvereket, a mindennapi élethelyzeteket, ahogy ők éltek abban a korban, abban az időszakban, és hát erre természetesen mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk és készülünk is rá, hiszen ezek az emberek azok, akik 3 napon keresztül az ideérkező turistákat gyakorlatilag visszaröpítik a középkorba. A zenei programoknál figyeltek arra, hogy a fiataloknak is vonzó előadókat hozzanak a fesztiválra. Ez péntek este megvalósult, sokan voltak Siklóson, mondta a polgármester. Szombaton már a kicsit idősebbeket szólították meg. Olyan nagy neveket hoztunk, mint Kovalszki meg a Vega, és Nagyferó és a Beatrice lesz a két húzó nevünk, de természetesen nem engedjük el a közönséget, mert hogy nagyjából 8:30-9 magasságától indulnak ugye általában a nagy koncertjeink, éjfélig bezárólag, de utána még 2-ig, 2:30-ig, ahogy a hangulat engedi, a DJ-k itt tartják a közönséget, és igyekszünk mindenkit kiszolgálni, és úgy látom, hogy élvezik is ezt a fajta program összeállítást a vendégeink.
évről évre igyekeznek minél jobb fesztivált összeállítani, de közben azt is figyelembe kell venniük Siklóson, hogy sok program várja a turistákat és a baranyaiakat, a szomszédos településeken és Pécsett is. Villány és harkány figyelembevételével kell nekünk is a saját magunk helyét megtalálni ebben. Itt tettünk most is, hiszen augusztus közepe a Várfesztivál, de augusztus 24-e két hét múlva már a Harkányi Fürdőfesztivál, és utána rögtön ugye közben még rácsúszik egy villányi rendezvény, és lezárulik októberben a Vörösbor Fesztivállal. Tehát én azt látom, hogy az embereknek most már inkább a programdömping az, ami korlátot szab, és eldöntik, hogy abban az adott hónapban melyik az az egy vagy kettő olyan rendezvény vagy fesztivál, ahol a család a hétvégét tölti. Igazán most szerintem ez a korlátja ennek, mi igyekszünk mindig több és több embert ide vonzani. Szombaton a Kowalski meg a Vega és Nagy Feró a Beatricével töltötte meg a Várkert nézőterét. A vasárnapi zárónapon újra a hagyományőrzőké volt a fesztivál helyszíne. 420 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert el a kaposvári református egyházközség, amelyből egy 363 négyzetméter alapterületű bölcsöde épült. A kétcsoportos, 28 férőhelyes intézményt a napokban adták át a Somogyi vármegye székhelyen. Köszönjük, hogy megáldottad a gondolatot, adtál hitet és álhatatosságot, gondviseléseddel kísérted a munkát, hogy egy évvel az alapkő letételt követően megnyithatja kapuit a bölcsöde. A kaposvári református egyházközség presbitériuma még 2021. novemberében döntött arról, hogy bővíteni fogják oktatási intézményeik palettáját, így az óvoda, az iskola és a gimnázium mellé egy bölcsödét is építenek. Kaposvári gyülekezet példaértékű. Bölcsöde, óvoda, általános iskola, gimnázium, könyvesbolt, élő gyülekezeti élet, áldott lelkipásztorok most is, de gondoljunk az elődre, Bellai Zoltán nagy tiszteletű úrra, mennyi mindent elvégzett és el akar végezni itt az Úr Isten országának építésében. Lássuk meg ebben a gyönyörű épületben az Isten határtalan szeretetét, és próbáljuk őt viszont szeretni az ő kegyelméből. A sikeres pályázatot követően egy évvel ezelőtt tették le a bölcsöde alapkövét a területen. A bölcsödét a egyházközségünk tulajdonában levő telken tudtuk kialakítani. Az épület a legmodernebb építési technológiával készült, napelemmel és számos energetikai megoldással lett felszerelve, így energiatakarékos kivitele lehetővé teszi, hogy energia szükséglete gyakorlatilag nulla. A fejlesztés eredményeként egy nettó 363 négyzetméter alapterületű bölcsőde megépítése történt meg. A férőhelyek iránt már az átadást megelőzően érdeklődtek a szülők. Ez egy kétcsoportos klasszikus bölcsőde, most 28 főre kapunk működési engedélyt. Az idei nevelési évben a cél 26 gyermek, hiszen kor szerint be van korlátozva, hogy hány gyermek lehet maximum egy csoportba, így lesz egy két év fölötti csoportunk, és lesz egy vegyes korcsoport. Kaposvár 2030-ig azt a célt tűzte ki, hogy legalább annyian szülessenek, mint ahányan elhagyják a várost, emelte ki beszédében Szita Károly. A városvezető hozzátette, ez azonban szövetségesek nélkül nem sikerülhet. Ez a szövetséges a magyar kormány a családbarát intézkedésekkel. Ugyanakkor a városnak vannak még szövetségesei. Mögöttünk hagyott másfél esztendőben három bölcsöde épült Kaposváron. Pontosabban kettő épült, egy pedig megnyílt. Épített a város az Irányi Dániel utcában, nyitott egyet az evangélikus egyház, és most pedig itt vagyunk, és közösen ünnepelhetünk, és a kaposvári gyülekezet akaratából, a Jóisten támogatásával és segítségével pedig megnyithatjuk a mostani bölcsödénket. A Mustármag református bölcsöde a tervek szerint szeptember 2-án nyitja meg kapuit a legkisebbek előtt Kaposváron. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Halálos vonatbaleset Kismórágynál. Tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre az autósofőrje. Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. Még várják az adományokat. Biciklis gyalogos gázolások. Fokozott odafigyelésre van szükség.
Tábor Tolnán. Szórakoztató, ismeretterjesztő programokkal várták a gyerekeket. Csütörtökön előre láthatólag megtorpan, nem fokozódik tovább a melegedés. Pár fokot csökkenhet is a maximum hőmérséklet, de összességében marad a hőség, és a többségében 27-28 fok feletti középhőmérséklet. Napsütéses, általában gyengén gomoly felhős idő a legvalószínűbb. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!